szeretettel köszöntjük Önöket. Régóta várt esemény örömteli tanúi lehetnek, mert most már nem csak a vetített képekből, vagy a nyilvánvalóan napinknak forgatott tankönyvből ismerik meg Istvánffy Gyula tanárulat, hanem élő eleven valójában is. Egy sajátos rögzített előadás keretei közepette szeretne egy kis előadást tartani Önöknek. Kérem, fogadják szeretettel. A Homo sapiens megjelenésével elkezd emelkedni egy pálya, magyarán a teremtett természetből egyre többet kisajátít az ember azért, hogy neki egy kényelmesebb vagy megbízhatóbb hajléka legyen. Megjelenik az ember reprodukciójában fontos dolog, ugye ez egyrészt, hogy a földművesek, az élelemtermelés a korábbi vadászat helyett, ami vagy sikerült, vagy nem, de ebből élt az ember, és megjelennek a falvak. Megjelennek a falvak, aztán utána 3000 táján, tehát 5000 évvel ezelőtt újabb mérföldköveket látunk, mert megjelennek a városok. És ettől a kortól beszélhetünk építészet történetről. Tehát az építészet egyrészt a civilizáció bölcsője, de oka is. Itt vagyok 9 évesen, egy utazási igazolvány 48-ból, sőt, azt hiszem 46-ba készült a kép, tehát 8 évesen. Egyetemistaként mi sokat dolgoztunk a hazáért. Például a Hanság lecsapolásán dolgoztunk, és itt volt egy ilyen bohockodó kép, hogy milyen erősek vagyunk. No, itt vagyok tanársegédként a principálisommal, Hajnóci Gyulával. Egyébként a háttérben mögöttünk van egy skanzennek a telepítési terve. Hát itt van az egykori tanszék, körülbelül a 70-es évekből. Ez Virág Csaba, ma is élő neves építész. Hát ez vagyok én. Már szakállal és bajusszal, amit tulajdonképpen Egyiptomban növesztettem, na jobban tiszteljenek a helyiek. Tudnék, ott a szakáll az a, de egy tisztelendő dolog. Mellettem állt Varga László, Szentkirályi Zoltán, ugyancsak a újkori építészet története előadója, itt ismét Hajnóci Gyula, már egy pár évvel idősebben, és ő volt a tanszékvezetőnk, akkoriban egy nagy ember, Major Máté. Hát ez volt akkoriban egy tanszéki felállás. Ez az én nagy familiám. Egy talán karácsonyi, mikor volt ez? 12.31, hát szilveszteri vacsora. A legidősebb fiam, aztán a középső, ugyancsak fiú, felesége, aztán a lányom, és mögötte áll a vejem, és a többi unoka. Abba a generációba tartozom, akik már valamilyen fogalmat, képet őriznek maguknak a háborúról, és ugyancsak abban a generációban vagyok, akik még élnek. Tehát nekem az első eszmélésem a világra az erősen háborús. Én ugye 44-ben voltam 6 éves, és 52-ben 14 ezek szerint, amikor hát
Ma pályaválasztásnak mondják, ugye, és akkor felvételiznek gimnáziumba, és nem tudom én milyen ilyen iskolába, olyan iskolába mennek a fiatalok. Hát abból az időben ez úgy volt, hogy hát természetesen erőltették a továbbtanulást. Azt ugyan megkérdezték tőlünk, hogy mi szeretnél lenni. 14 éves gyerektől megkérdezték. Na most én miután gyerekként szerettem barkácsolni, ilyen kis egyszerű gépeszeteket, detektoros rádiót bütykölni, ilyesmi. Azon kívül imádtam a túrázást, a természetjárást. Én azt mondtam, hogy hát én majd mechanikus vagy erdész szeretnék lenni. Na most a beiskolázási bizottság, mert végül is egy bizottság döntött el, hogy az ember végül is hol folytathatta a tanulmányait. Azt mondja, hogy erdész, meg finom mechanikus, hát akkor ebből jó lesz mezőgazdasági gépész technikusnak. Akkor indult ez a szakma egyáltalán. Ugye 1952-ben vagyunk, kezdik erőltetni a szövetkezeteket, a mezőgazdaság gépesítését, tehát létesítettek a mosonmagyaróvári hajdani agrárakadémiából egy iskolát, érdekes módon megszüntették az akadémiát, és ott tulajdonképpen oda engem beiskoláztak. 3 év múlva rájöttek, hogy hiba volt a megszüntetni az akadémiát. Tehát visszahelyezték az akadémiát, minket, mármint ezt a technikumot, meg áthelyezték Szombathelyre. Most én Szombathelyen érettségiztem, hát nem szégyen ez, kitűnőre, vagyis nem volt probléma, hogy mehetek tovább egyetemre. Az én nagyapám az építőmester volt, vidéki építőmester volt. Ez úgy különösebben nem befolyásolt, de amikor még Mosonmagyaróváron egy régi akadémiai lomtárat kellett nekünk hallgatóknak szanálni, illetve kihordani, akkor én ott több olyan nagyon szép festett, akvarellezett építészeti tervet találtam. Én őrizgettem egy darabig a leselejtezett anyagból egy korintoszi oszlop színes rajzát. Nos, közben jött 1956, amiben hát én nem voltam egy héro, de események voltak, és utána úgy gondoltam, hogy én most változtatok valamit, mert én tulajdonképpen nem azt akarom, hogy gépészet. Valami olyasmit szeretnék csinálni, amit kedvel is csinálok, ahol rajzolni kell, ahol a rajzolás, az alkotás, valahogy kifejezettebb szerepet kap. És akkor már másodikba jártam, amikor elhatároztam, hogy én átiratkozom egy másik karra. És a építészkart végeztem el 62-be, hát megint csak jeles eredménye, azt mostan szégyellem bevallani, de hát ez úgy így alakult, szerettem csinálni, jó tanáraim voltak, úgyhogy hát építészmérnök lettem. Hát nekem voltak megélhetési problémáim egyetemista koromban. Kellett valami keresete után nézni. Így elmentem a Vidán Parkba, hogy van-e valami munka. Először oda tettek hintás legénynek, de erre én nem voltam elég jó svádájú vagány, úgyhogy hamarosan kaptam egy értelmiségi állást. Ugye ekkor nekem már volt egy gépész technikus joglevelem. A hullámvasút vezetés. Hát ez volt a teteje a Vidán Parki, hogy mondjam, munkaügyi hierarchiának. 2 vagy 3 éven keresztül csináltam, már mint egyetemista, és tulajdonképpen jól lehetett keresni. Hétköznap, amikor csak délután volt forgalom, akkor egy olyan 40 forintot lehetett keresni. Vasárnap viszont, amikor reggel 9-től este 10-ig is ment a szórakozás,
akkor egy százast is lehetett keresni, hát az egy óriási dolog volt akkor a diák számára, mert mondom nekem, családi ellátmányom nem nagyon volt. Tulajdonképpen ezzel tartottam fönn magam. Na most ez a dolog egyfajta szórakozás is volt, mert mindenféle népség megjelent. Hát szórakozni jöttek. Ugye nagy sikítozás, kiabálás, mit tudom én. Számomra élvezet volt, amikor a legmagasabb pontján jártam a járgánnyal, akkor egész Budapestet körbeláttam. És voltak olyan eső utáni, nagyon színes látképek, a budai hegyekig el lehet látni a legmagasabb pontról, hogy tényleg a kolorit minden színe előfordult, mondjuk egy délutáni, naplemente közeli eső után. Csodálatos látkép volt. Egy ilyen menet az 1 kilométer, de benne van 3 vagy 4 hupli. Olyankor az embernek a gyomra azt föl, le, liftezik. 10 óra alatt körülbelül 100 kilométert mentünk le. Ugye? Ez annyi, mintha hullámvasúttal lemennék Siófokra. Most ennek azért meg lett a vége, amiért abba is hagytam ezt a hullámvasúttúzást, mert elkapott egy gyomorsüllyedés. Karrierem ezen a pályán, hogy egyetemistaként még valahonnan pénzt keresek, ezzel végig is szakadt. Hát amikor már harmad-negyed éves voltam, akkor már tanszékeken ilyen rajzolási feladatokat, felmérési feladatokat vállaltam el, és hát abból tartottam fenn magam. Aztán volt egy idő, amikor valamit javult a helyzet, mert özvegy nevelőanyámtól eljöttem és bekerültem a kollégiumba, akkor már kaptam egy olyan ösztöndíjat, amitől a szállás és a koszt kifért. Tehát ez nem volt olyan rossz, mert volt olyan eset, hogy az ösztöndíjam az több volt, mint a kezdő fiatal mérnök fizetésem összege. Amikor viszont már albérletbe kellett lakni, és emlékszem rá, fiatal mérnökként egy reggelire jutott 1 forint 20 fillér. Ez azt jelentette, hogy 80 fillérért adtak 2 deci tejet, és 40 fillérért egy zsemlét. Hát így kezdődött az én karrierem. Aztán nagyon hamar bekerültem az egyetemre, és aztán az már egy másik karrier volt. Az egyik első munkám az ez a ókori építészettörténet volt, amit Hajnóci Gyula írt, és én tanársegéd voltam, én illusztráltam. 623 ábra van benne, rajz, ugyancsak 600 fotó, amelyeknek egy némelyik képét én csináltam, még a 67-es egyiptomi utam sor után, de többnyire a fotók azok a szerzőnek és másoknak a képei, de a rajzokat, az ábrákat, azokat akkor én végig rajzoltam, kvázi azzal megtanultam a szakmát. Ez volt a kezdet. És hát utána a Aquincum, majd hát ott egy nagyon érdekes és kellemes epizód volt az Interstudex. Ókor, ókor, gyötör az ókor, gyötör az ókor, ókor. Olykor, jókor, jönne az óbor, jönne az óbor, olykor. A Aquincumban a túd, alud, átút, meg átút, vissza is út, oda-vissza, meg átút. A Aquincumban a túd, alud, átút. Egy 8 év után hárman most találkozunk itt. A Aquincum, Sebű Feri és én. Bizonyos értelemben mindannyiunknak pályakezdő helyszín, mert én akkoriban a Hajnóci Gyula tanársegédeként itt a rom konzerválási munkálatokban részt vettem. 67-ben és 68-ban szerveztük a úgynevezett Aquincum West, tehát a
a főút és a hív vonalának a nyugati végén egy nemzetközi építész hallgatói ásatótábort. Hajnóci Gyulának van erről egy jó összefoglaló cikke. Azzal kezdi, hogy a fiatal embernek a különleges viszonya van a múlttal. 68-ban Halmas Bélával mind a ketten itt voltatok ebben a táborban. Ez egy nagy korszak kezdete. Te Feri meg a Béla itt harmadéves hallgatóként dolgoztatok, és a táborban estelente énekszóra járt az élet. A gitár volt a népszerű hangszer akkoriban, és én már elég régóta akkor az osztálytársaimnak a szórakoztatója voltam, különféle slágerek, ez az, mindenféle dalokat énekeltünk. És itt szembesültem azzal a tábortűznél, hogy amikor a szerbek meg a bolgárok elkezdenek énekelni, micsoda remek népdalokat énekelni. Szépen sorba egyiket a másik után. És akkor úgy, mikor ránk került a sor, akkor úgy megállt a tudományunk, hogy hát mit is játszunk. Hát én már akkor komponáltam ezeket a József Attila dalokat, és akkor eljátszottuk a Rejtelmeket, meg a Hetediket, és akkor a kollégák megkérdezték, hogy ez magyar népdal, ez mi? Ezt mondtuk, hát nem egészen, ezek nem magyar népdalok, de népszerűek. És hát akkor elszégyeltük magunkat, ez az igazság. Hát micsoda dolog Bartók és Kodály országában. Itt felnőttünk, zenészek is vagyunk ráadásul, mert mind a ketten jártunk zeneiskolába, tehát klasszikus zenét tanultunk. Minden megvolt már nekem a repertoáramban, csak a magyar nép dolog hiányoztak. Igen. És akkor elkezdtünk járni ezután. Érdekes, a Béla akkor még nem volt ott, 67-ben volt ez az első nagy sok, amikor ez engem ért. Csak másodszor, amikor 68-ban együtt voltunk, akkor lehet így többes számban beszélni. De én elkezdtem érdeklődni Néprajzi Múzeum. Volt egy barátom, a Lantos Iván, aki ott dolgozott akkor éppen idénymunkában, és mondom, Iván, hozzá már népdalokat onnan, hát mi is, legyen már valami. Azt mondták neki, minek az magának, nincs is hozzá végzettsége. A népzen az egy ilyen külön fiókba el volt rakva, arról nem tudott senki, csak az a pár szakember, aki foglalkozott vele. Azok se sok jövőt jósoltak neki. Repülpává meg tudtunk jelenni, akkor indult a televízióba. Igen. És hát kettős eredményt értünk el. Egyrészt nagyon érdekes volt, hogy fiatalok népdalt énekelnek önmaguktól, önként is dalolva. Másrészt pedig felháborodás, hogy jönnek ide a gitárok. Az akkor nagyon a popzene hangszere volt. Igen. Akkor már megszületett az elhatározás bennem, hogy ezt meg kéne tanulni. A népzenéből nagyon sokat lehet tanulni, mint ahogy az építészetből is. Mert amikor a Kodály Zoltán oda tesz egy népdalt, és azt mondja, hogy igen, ez egy nagyon szép zoborvidéki dal, na ennek a spanyol változata így fest, és fölé teszi ugyanazt a dal gyakorlatilag csak spanyol szöveggel. Igen. Ne aludjál, kétszer mennek világ, ugye? Igen, igen, igen. És akkor elkezdjük úgy bontogatni, és egyik a másik után derül ki, hát mi egységes kultúrában éltünk. Igen. És ez, hát, ez Európa. Ezt mi csak a 19. században kezdtük mondani, hogy mi nem való vagyunk ide, és amikor a többiek ezt elhitték rólunk, akkor mi vagyunk felháborodva. És bizony egy-egy ilyen ásatás, tudományos kutatómunka, népdal rendezés sokat segít abban, hogy a történelmet valóságosan megismerhessük. Igen, igen, igen. A múlttal való szembenézés azért itt kezdődött. Itt az egész, hogy nem most pottyantunk a Holdról, nem velünk kezdődik a történelem, azért azt nem árt, egy fiatal ember megtanulja. És mi itt valahogy, ahogy a múltat keresgettük elő a föld alól, meg itt hallottuk a történeteket, hát még az egyetemen is hallgattuk ugye a ti előadásaitokat, akkor az ember úgy rádöbbent, hogy valami folyamatnak valamilyen részese, és abban éppen egy valamilyen láncszeme. Igen. Jelent. Az építészet mindig a továbbépítésnek a tudománya. Pontosan. A kvinkumban a klasszikus ókor, a klasszikus ókor élet. Itt minden perced a birodalomban, a birodalomban élet. A kvinkumban a tón alud átusz, meg átusz vissza is út, oda-vissza meg átusz. A kvinkumban a tón alud átusz. Ebben az időszakban tényleg volt vágy. Igen. A fiatalságban a saját szüleinek, Oldás és Kötés című film, igen, a saját múltjának, igen, a föltárására, igen, és hogyha már sebőik eljutottak Erdélybe, akkor mi is eljuthatnánk tanár úr főtárgyához. A magyar népi építészet mellett a távoli tájak, meg a történelem előtti korok is
szerepelnek benne. Teljesen kimaradt a népi építészet. És akkor én elkezdtem hát először csak fakultatív tárgyként szervezni ilyet, aztán később tudományos diákköri, hát a felmérési emlékeimből, vagy emlékeimre visszagondolva szerveztem tudományos diákköri ilyen felmérő utakat hallgatóknak, és lassan ez a tárgy lassan fölállt annyira, hogy volt egy olyan kari, hogy mondjam, harcállási helyzet, hogy a oktatási dékán helyettes azt mondta, hogy hát itt van egy, tulajdonképpen egy teljes értékű tárgy, állítsuk be. És akkor ez egy fél éves rendes tárgy lett a magyar népi építészet. Mi voltunk az az első évfolyam, aki már kötelezően hallgatott népi építészetet. Igaz, hogy még csak az előadás sorozat végén két órában, és előtte az egyéb rurális építészetről volt szó, és mellette később fakultatív tárgyként is a falu építészetét a tanár úrnál tanultam, sőt, Sabján Tibi a tanszékre jött be, hogy tud egy fiatalt, ezelőtt 25 évvel, és én így kerültem ide. Igen. A tanár úr azt mondta, hogy találd vele, próbálja meg, és igen, kijöttem, és itt ragadtam, tehát nekem ez az első munkahelyem az egyetem után. Alapvetően ez egy történetmesélés tulajdonképpen, a gazdálkodás történetét meséli. Minden épület máskor keletkezik, tehát főleg a Felső-Tisza-vidéken a kis állattartás miatt jellemzőek az apró állattartó építmények. Sokszor nagyon esetleges szerkezettel, sövényfonásos fallal, igen, csak ráhordott bogártetővel. A nagyobb állat viszonylag kevés van, azt külön istálló épületben tartják, esetleg mellé építik a szekérszint, és a pajta utolsó, legfrissebb épülete az a hátul látható csűr tulajdonképpen, ami a gabona konjunktúra után, tehát a gabonatermelés megjelenésével jelenik meg, mint igény, amikor már nem tudom leratni azt a terményt, amit, vagy kicsépelni azt a terményt rögtön aratás után, hanem valahova el kell raknom, arra keletkezik ez az épület. Ha jól látom, ez egy disznóhol, vagyis egy számos állat is volt azért a gazdaságban. Aztán mögötte látható egy abora, egy tulajdonképpen középkori eredetű szénatartó építmény, aminek a teteje volt mozgatható. Igen. Eljutunk az Undi házhoz, ami aminek nekem is van annyi közöm, hogy annak idején a 70-es évek eleje mértük fel a helyszínen. A konyha az a középső helyiség, ahol az élet fontos dolgai zajlanak. És itt van az asszony. Azért szent hely a konyha, mert ott van az asszony, aki rendbe tartja a házat és az életet. Ebben az esetben itt valamilyen tartó szerkezetet csinálni kell, és ide felrakták a kusza és nedves szalmát, és ezt szépen ezek a meredek tetőn járkálva legények betaposták. Tehát ugye? Van-e valakinek kérdése? Azt már kérdezhetem, nem hallottam, hogy mi a különbség a csűr és a pajta között. Jó kérdés. Csűr és pajta tulajdonképpen egy nagy terű alkotmány, ami arra szolgál eredetileg, hogy a sarlóval learatott gabonát kévékbe rakva, egy darabig kinn a földön szárítva,
valahova behordják. Ezek a pajták. Na most Erdélyben több funkciót kapott ez a nagy légterű dolog. Betettek ez alá a nagy méretű épület alá, ami ugye itt a csűr, nyugaton pajta, keleten csűr, de betettek állattartó helyiségeket. Hát ez csodálatos, hogy ma számítógéppel rajzolunk. A számítógép nagyon alkalmas arra, hogy valami felkerüljön a papírra, aminek aztán a valósághoz alig lesz köze. Na most ennél a példánál például nem tudom eltölteni, hogy a függőleges tartószerkezetek, azok vagy rátámaszkodnak egy talpgerendára, és akkor ez egy talpgerendás vázas szerkezet lesz, vagy be vannak ásva a földbe. Itt nem látok talpgerendát, ezért tettem a megjegyzést a számítógépes rajzhoz. Elemista koromban dolgoztam a nagyapám mellett, aki építőmester volt, és hát valami ilyen malter szinten valami közöm volt már akkor az építészethez, és falu. A tájegységeknek mindig megvolt egy faluképi karaktere. Egységes ritmusúak, földszintesek voltak, arányos szerkezetek, esztétikusak, egyes tájegységekre jellemző tetőformák, tömegformák jellemezték ezt. Attól, hogy két falu nem egyforma, és mindegyikhez tartozik egyfajta tájegységi típus, épülettípus, ez tulajdonképpen az arca lesz az a falunak, amelyik minden esetben más és más. Na most ezzel történt az elmúlt 50-60 évben valami. A Szentendrei sziget északi csücskébe van Kisoroszi. Azért különleges falu, mert a hagyományos faluképekből talán itt őrződött meg a szigeten a legtöbb. Két közösség lakja a falut, tehát van egy katolikus központ és egy református központ. Itt a református sor vagyunk, és itt látható az abszolút hagyományos és a magyar falu hagyományainak megfelelő, és még gyakran falusi életformát is mutató utcakép. Egy veszendő világról van szó, amit népi építészetnek nevezünk. Az én gyerekkoromban még jártam olyan falvakba, mint amit a Skanzenben láttunk. Ez egy eredeti utca, még a földszintesség, az nyeregtetős, oromzatos, omlokzati utcakép, ezeknek a ritmusa, egységessége, nincs nagy kiúrás, nincs nagy egyénieskedés. Noha a falusi építészetben nincs két egyforma ház. Volt egy ilyen közvélekedési gondolat, hogy ami régi, az ósdi, az el kell vetni, a hagyomány az nem érdekes. Tehát könnyen és egyszerűen túltették magukat ezen a kérdésen, tehát a hagyományos házforma mint divat megszűnt. Tulajdonképpen az ok az volt, hogy létrejöttek a TS-ek. A hagyományos falusi porta megszűnt kisüzem lenni. Így kivonult onnan az állat, a berendezés, minden. Bement a TS-be. Na most ilyen módon a lakóház csak lakóház maradt. De azért az ember szeretne feljebb jutni, többre keveredni, ezért megépítettek legalább egy új házat. Tudnék, a kis
felhalmozás, spórolás eredményéként, hát mitre lehetett használni? Földet nem vehetett, gépeket nem vehetett, csinált egy új házat. Na most egy racionális ház típusként jelent meg a 60-as években, és az, hát gyakorlatilag máig is megvannak ezek a példák, ez az úgynevezett sátortetős kockaház. Ennek az volt az értelme, hogy az utcára volt két szobája. És miután ilyen 4 méteres, 4 méter 50-es vasbeton gerendákat tudtak hát beszerezni, egy kétmenetes, tehát két szerkezeti menetes alaprajz jött létre, ebből lehetett egy kockaházat. A kockaháznak az az elenje, hogy a legkisebb külső felülete van, tehát racionális, a legkisebb anyagmennyiséggel a legtöbb tömeget tudja befoglalni. Amikor már egy kicsit jobban ment a szocializmusban, akkor ez már megint régivé vált, nem vált hagyományán. És akkor jött az, hogy hát akkor én építek nagyobbat. Itt van mindjárt mellettünk egy ház, ahol egy tetőtér beépítéses és egy igényesebb homlokzati kiképzés következett, vagy például a mellette lévő további ház, ahol azt látjuk, hogy egy meglehetősen nagy padlómagasságú és tetőtér beépítéses nagy ház szokása jött divatba. Egyéniségek között nincs egyesség. Tehát ebből aztán az kialakul egy olyan fajta vidéki utcakép, ami nincs megtervezve, meglehetősen zűrzavaros, izolálódó egyéni világot jelent, bizonyos értelemben a közösség gondolatának az elvetését is. Első 10 év volt a kockaházas sátortetővel, utána a emeletes házak, és hát tulajdonképpen azóta már egy új dolog is, hogy mondjam, randítja a hagyományos falu építészeti képét, hát éppen a rendszerváltozás óta. Azóta meg kinyílt a világ. És most már van olyan, hogy én most egy alpesi házat akarok építeni, én egy spanyol házat akarok építeni, én egy mediterrán házat, ezek a figurák mind megjelennek. Úgyhogy már teljesen vegyes a kép. Ezek a szabályozó közösségek szűnnek meg, és válik ennyire heterogén és arctalanná a falukép. Igen, hát az önszabályozó rendszerből lesz egy egyéniségek katyvasza. Figyeljék meg a templom tornyot. Ez a két utcakép ugyanarról a helyről van felvéve. Tehát abból a 20. század elejé utcaképből lett ez a, hát meglehetősen zűrzavaros kép. Mint értékekkel, tehát a faluképpel és a faluközpontokkal nem nagyon foglalkozunk. Vannak olyan építészirodák, akik ezt értik már. Megjelent az építész, a szervező építész, a rendező építésznek az akarata, és itt már azért jobb a helyzet. Ami kézzelfogható eredmény, az nem az én érdemem, hanem a Makóna iskolának az érdeme, akik ezt már a 70-es évektől kezdték firtatni, hogy a faluba falusi épület való körülbelül. És hát ennek az elindítója Makovec Imre volt, Isten nyugosztalja, és nagyon sok tanítványa is van. A mindent elnyomó, mindent egyenlővé tévő modernizmus kapcsán az, hogy ezek a gondolatok, amelyeket te oktattál, megszülettek, és amelyek Imrében is ugyanígy visszhangoztak, ez egy természetes szellemi mozgalom. Ezt a vitairatot megjelentettem, hogy amit egyébként Makovec már
20 évvel korábban mondott, hogy vigyázat, a falukép végzetesen tönkrement. Így van. Mert nincsen sem a ritmus, sem a méret, sem a tömegformálás, sem az anyaghasználat. Sem a lépték. Igen, a lépték. Hogy volt az 50-es években? A népi parasztházak azok büdös putrik voltak. Igen. Ugye? Igen. A főúri kastélyokról jobb volt nem beszélni, mert az Andrássy út 60-ban találta magát igen. hamar az ember. Ugye abból bolondok házát csináltunk, igen. elfekvőt csináltak, juhodájt csináltak belőle. Mi volt a előkép? Végjátékot, ami egy jó végeredmény, végeredménybe, azt a Makovec glóriája alatt megjelenő építészek csinálták, akár fokhéjként, tehát lényeges dolog, hogy egy hiányzó telekre betenni egy házat, mi hogyan kell. Azon kívül jöttek a katasztrófa helyzetek, és akkor ez a kör, a ti körötök, a Felső-Tiszavidéki, a Borsodi árvizek, Felső-Zsolca, és ugye a Vörösiszap katasztrófa után Kolontár-Devecser. Tulajdonképpen egész utca sorokat építettetek meg, ami szerintem teljesen a magyar falusi épület hagyományoknak felelt meg. A legkarakteresebb kétségtelenül ez a Kolontár-Devecseri Vörösiszap volt. Igen. Segíteni kell embereknek, akkor mit mond az ember? Mihez nyúl vissza? A hagyományokhoz fog visszanyúlni. És ezeket teszi úgy, hogy természetesen a mai komfort és mindazok az igények, amelyeket ma elvárnak az emberek, ez benne legyen. Ugye itt nagyon súlyosan sérült emberekről van szó, egyrészt mindenük oda lett, másrészt a lelkükbe egy elképesztő sérülés igen. volt. Igen. Meghaltak szeretteik, oda lett mindenük. Hogyan segítsünk nekik, hogyan szólítsuk egyáltalán meg őket? Próbálunk azon a módon, amivel egy kicsit is azonosak. Tehát azt mondtuk, hogy a Kovács család hétfőn 9 órára jön, leültünk velük egy asztalhoz, megkérdeztük, melyik tervet választották, amire ők jogosult, és volt egy ilyen adatlapunk, amire fölírtuk, hogy igen, de még kér egy darab kéményt, a hátsó szobát nem kéri szobának, műhelynek kéri, arra a szobára még kér egy ablakot, tehát amit szóba, mint egy el lehetett igen, mondani igen, a programot, és ezt szépen jegyzeteltük, leírtuk, aláírattuk velük, ez volt a tervezési program, és ebből lett egy olyan hivatalos papír, ami nekik az állammal kötött szerződésnek a műszaki tartalma volt. Ügyeltünk arra, hogy habár már nincs meg az a történet, ami a házaknak az oromzatát valamilyen fajta jelrendszer szerűen használta. Ami beszél. Ami beszél, igen, mert már nem nagyon kevés. Igen. Volt egy-két ember, aki egyébként tudott erre ötleteket mondani, vagy kérése volt, vagy a régi igen. házamon ilyen igen. volt. Nem igen. lehetne, mérnök úr, hogy ezen igen. is legyen egy igen. ilyen? Hogy ne lehetett volna, igen, hozzon egy persze. fényképet, igen. lerajzoljuk. Miért ne rajzolnánk igen. vissza ezt a dolgot? Ezért mondjuk mi magunktól, ha úgy tetszik, jókedvünkbe egy picit cifráztuk. Tettük ezt azért, nem azért, hogy most ez egy nagy építészeti ambíció, hanem azért, ha 111 ház megépül, egyik se legyen azonos a másikkal, mert egyik gazda se azonos a másikkal, hogy lélekemelő legyen. Hogy egy picit fölemelje a lelket, egy kicsit kihúzza a derekat, egy kicsit magasabbra tegye az állat. Ezt a fajta büszkeséget próbáltuk visszaadni, jó értelembe vett büszkeséget az embereknek, hogy elkezdődhessen egy élet az Imre bennünket a sorsszerűséget megragadó módon nevelt. Majdnem, hogy azt mondom, hogy konkrét dolgok nem is hangzottak el. Egész egyszerűen a magatartását és a hozzáállását másoltuk. Természetesen volt egy elvárása, hogy talpig becsületesen és talpig szolgálatba kell megcsinálnunk ezt a munkát. Nem lehet máshogy. A legnagyobb szolgák vagyunk. A legnagyobb szolgák voltunk akkor, amikor a Vörösiszapot csináltuk. Igen. Igen. Mert mit lehet mondani 111 sérült családnak? Szolgája vagyok. 5 éve volt a Vörösiszap katasztrófa, hát 3 éve készültek el ezek a házak, az ottan elpusztított házak lakóinak a számára, és
Hát én ilyenszer, mikor ezt a képet csináltam, két fiatal embert, hát mint maguk, ilyen 20 év körüliek. Jöttek, egy fiú, egy lány, aranyosak voltak, kerékpárral megálltak, és azt mondták, hát ez a legszebb magyar falu. Alkalmazkodom a környezethez, de átértékelem magamban az új funkciót, de a régi formákat tudomásul veszem. Mint egyetemen tanító ember, nekem is három feladatom volt. Oktatás, kutatás és alkotás. Na most, mint építész, építészet történésznek nekem a alkotó szféra az a műemlékvédelem. Puszta zámor. Eredeti állapota ilyen volt. Ennyire le volt pusztulva, koszorúkig, boltozatokig, minden le volt omolva. A szentélyben fák nőtek. Ez már egy írtás utáni állapot, de itt is látszik, hogy bokrok vannak abban a templomban. Egy totális rom volt. A boltozatok beszakadva, a falkoronák rongyosan álltak, elkezdődött a teljes leépülése a falazatoknak. Az a szép gondolatunk támad, hogy ebből vissza kell állítani egyrészt a templomi funkciót, másrészt azt a lakórészt, ahol tulajdonképpen hajdan remeték éltek. Jó partner volt a falu polgármestere, az egyház részéről a sóskuti esperes plébános és a kivitelező Szenci Ferenc, és az ő akkor 80 éves édesapja, aki a kőműves munkát, a legfinomabb dolgokat, például a csesüveg boltozatokat kellett megcsinálni. Ilyet ma már nem igen csinál kőműves. Ez a munka sikerült. Ezeket mind meg kellett tervezni. Ki tervezte meg? Hát én. Ezért a kedvenc ember, ahhoz képest, hogy egy elhagyatott rom volt, és tényleg teljes összeomlás előtti állapotban volt. Úgy tudom, azóta is használják. Magyar vagyok. Szóval a Hősök tere, ha szabad ilyet mondani, a magyarság szabadtéri szentélye. Az egy történelmünk sajátossága, hogy akkor készült el az 1000 éves magyar királyság emlékműve, amikor már nem is volt királyunk. Tehát bizonyos értelemben felemelő, másrészt fájdalmas is. Most nekem személyesen azért érdekes a Hősök tere, mert itt mindegyik létesítménnyel dolgom volt. A Szépművészeti Múzeumhoz készítettem egy tanulmányt. A bűncsarnoknál egy kollégámnak segítettem a történeti vonatkozásokat megkeresni. A milléniumi föld alattinak a rekonstrukciójában ugyancsak részt vettem, és hát a Király Galéria, a leglátványosabb része a Hősök terének, annak a rendbetétele a 2000. év kapcsán jutott eszébe a fővárosnak. Ennek az egész milléniumi hangulatnak a jellegét meg kellett érezni, azt a hatalmas, országos elragadtatást, hogy 1000 éves a magyar királyság, és most kiteszünk magunkért. Ez a mi hozzájárulásunk volt ehhez a 1000 éves emlékműhöz. A Budai Szent Háromság tér egy jeles emlék, mindenki tudja, 250 éves műemlék, és amikor ezt a feladatot a tanszéken megkaptuk, én akkor tanszékvezető voltam, tehát vezetőtervező, egy szabadon álló épület, műemlék, emlékmű eredeti állapotában soha nem őrizhető meg. Ezt a 250 éves emléket többször helyreállították. Kicseréltek rajta dolgokat, felületet takarítottak le. A mi munkánk már valami olyasmi volt, hogy elő kellett állítani, meg kellett rajzolni azt az emlékművet, ami
250 éves emlék, de már semmi nem eredeti rajta. Ötvenes évek végén én itt a halászbástya, hát neo-román alaktanát rajzolgattuk, itt tanultuk ezt a művészet, illetve építészet történeti témát. Tehát így visszajöttünk egy olyan helyre, ahol az életünk is elkezdődött. Amikor a tanszékvezető voltam az utolsó években, a budapesti emlékmű felügyelőség több megbízást adott számunkra. Az egyik ilyen volt a Szent István szobor posztamense. Környezet kiépítése, ugye a halászbástya, az emlékmű, Mátyás templom, egy tanszékvezető elődöm munkája, Sulek Frigyes. Tehát ilyen módon vannak egymásra épülések. Hogyha azt firtatjuk, hogy most hol van a belső indulat egy munka iránt, hát valahol itt. Stein Imre, aki az országházat csinálta, ő volt az első egyik tanszékvezető, amikor Magyarországon 1870-ben az építészképzés elindult. Most én neki a 13., hogy mondjam, egyenesági utódja vagyok. Ilyen módon közöm van ezekhez a komoly emberekhez. A 90-es években erdélyi építész kollégák meghívtak magyar műemlékes embereket. És akkor minden konferencián volt egy téma. Azt hiszem 97-ben volt a téma a templomok, a műemléki templomok. És akkor az akkori református egyházmegyének az építész, aki te is ismersz, a Daróczi Miklós, egy nagyon szomorú képet vetített elénk, magyar szórvány területekkel van ott tele, az a Kárpát-medence. Ezekben a szórvány területeken derült ki az, hogy a fenntartó közösség vagy már elkiveszett, elfogytak, meghaltak, kivándoroltak, asszimilálódtak, vagy még néhány van, és kiderült minden esetben, hogy ezek a templomok középkori eredetű, és minden eredeti jellegzetességüket megtartott épületek. Mit se tehetünk mi? Hát azt, hogy dokumentáljuk. Ne tűnjön el. És hogyha eltűnik egy ilyen veszendő sorsra jutott épület, az kiesik az emlékezetből is, ha nincsen dokumentálva. Tehát azért csináltuk több 5 éven keresztül hallgatói csoportokkal ezeket a felméréseket, hogy legalább dokumentálva legyenek. És akkor jött ez a dolog, amiben már te is részt vállaltál, azáltal, hogy egy nagyon jó előszót írt ehhez Csóri Sándor. Ha 2000 példányban kiadnak egy könyvet, akkor azt talán nem vészel. A mi kapcsolatunk is itt erősödött meg tanárúrral, az a 2 hetes ilyen leletmentő kirándulás, amit 2000-ben mi ketten csináltunk, igen, az nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy most mi ketten beszélgetünk egymással. Hát így adódnak tovább a staféták. Mindenkinek vannak gyökerei, az emberiségnek is vannak gyökerei, sőt azt lehet mondani, hogy a teremtés óta, ami megtörtént a világgal, meg velünk, abból semmi nem vész el. Ez a visszatekintés az elmúltunkra, ez tulajdonképpen a tudomány maga. Ez csak akkor marad meg, ez az örökség, hogyha foglalkozunk vele. A produkció az
az emberekben van. Ez jó hallgató esetén biztos, hogy gyümölcsöző, tehát megfogant valahogyan. Nagyon sok volt hallgatóm ma vezető pozíciót töltenek be, tehát ott van valahol a munkám eredménye szétszórva és névtelenül. Na de hát ez egy pedagógusnak a sorsa. Az ember egy ilyen hosszú, hát mondom 50-52 év kutatói munka után azt érzi, hogy ma már egészen mások a hallgatók, egészen más új tantárgyak keletkeztek, egészen más nemzetközi atmoszférája van az akadémiai létezésnek. Elszaladt az idő, és lejárt nekem is. Túlzottan boldog nem vagyok, de szomorú sem. Azt hiszem, megtettem a maganét.